Akkor kezdhetjük. És te? Én sem. Akkor jó. Egyébként hogy sikerült a próbád? Egyébként szerintem nagyon jól sikerült, annak ellenére, hogy egyelőre még nem volt ruhánk, illetve hiányzott az egyik vokalista. Én azt gondolom, hogy jó hangulatban telt minden, mint általában itt a háttérben folyamatosan. Úgyhogy jó lesz, és most már egyre kevésbé izgulok, ami szerintem előnyömre fog válni. Visszatekintve az előző fordulóra, az elődöntőben holtverseny alakult ki. Mit szóltál hozzá, hogy téged választott a zsűri? Hát én rendkívül örültem. Tehát ezt igazából nem is lehet szavakban elmondani, mert ez olyan érzés volt. Én nem is gondoltam volna, tehát hogy eleve annak örültem, hogy a 30-ba benn vagyok, mindenféle klisé nélkül, de tényleg. És az, hogy utána a zsűri a Holt verseny, ráadásul Bay Alex-el is Vastag Tomival voltam együtt, tehát hogy meglepő volt, és legalább annyira örültem, tehát hogy így nehéz róla beszélni. Értem. Valamilyen tanácsokat megfogadtad a zsűrinek, tehát változtatsz valamin az ő hatásukra vagy magadtól? Nem lesz túl nagy változtatás. Nem tudom, hogy ebből bármit elárulhatok-e, vagy inkább jó lenne, hogyha a közönség ezt majd a tévén keresztül nézné, de nem lesznek ördög ilyen nagy változtatások. Esetleg akkor szeretnék majd nagyobbakat, hogyha benne leszek ebben a 8-ban, de hogyha nem, akkor meg ez is teljesen jó. Még azt áruld el, hogy valamilyen különleges dologgal készültél-e, tehát hogy a felkészülés időszak alatt történt-e veled valami különleges dolog az előző fordulóta? Rengeteget fogyok, urázom. Komolyan, és hogy sikerül? Elég jól, bár borzasztóak a 6 utáni nemevések, hogy akkor már nem lehet, de hát mindent a jó és szép produkcióért, tehát igen, meg hát rengeteget próbálunk, alapvetően is szoktam próbálni, de hát most meg elég intenzív ez az időszak. Úgyhogy igen, ez a fogyókúrázás, ez a borzalom, de hát az egy nőnek alapeleme. Hát én indokolatlannak tartom, tehát. Nagyon szépen köszönöm, bár azért mindig van honnan, miből mit. Rendben, sok sikert kívánok, köszönöm szépen, szia! Köszönöm.